Kedves közönségünk, szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta meghívásunkat, és eljött a Felvidéki Opus folyóirat bemutatkozójára. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirat est sorozatában tartjuk ezt az idei első, 6. évfolyam első estjét, amelynek egy most éppen újjá alakuló vagy újra alakuló szerkesztőség a Felvidéki Dunat Szerdahelyi Opus folyóirat, amelynek már ugye több évfolyama volt, nem most alakult, csak most a szerkesztősége újjá alakul, újra alakul és újraindul a vendége, és szeretettel köszöntöm körünkbe Tóth Lászlót, aki a József Attila díjas, I.S. Gyula díjas költő, műfordító, esszéista, és a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Aztán Bolemant Lászlót, aki az újrainduló folyóiratnak a kijelölt főszerkesztője, Hodosi Gyulát, aki a Szlovákiai Magyar Irodalmi Társaság elnöke, költő és szintén a folyóirat egyik vezetője lesz, valamint Varga Imre költőt, műfordítót, aki szintén felvidéki eredet, noha már évtizedek óta, sőt talán már van 40 éve is, hogy Magyarországon él, és a munkásságának jelentős része itt bontakozott ki. A mai este tehát ezt a irodalmi közösséget, ezt az irodalmi csoportot, a felvidéki magyar irodalom reprezentánsait képviseli és mutatja be. Nem is akarom tovább nyújtani a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit a felvidékről érkezettek körébe is. Még egy kötelezettségem van, hogy az est közreműködőjét, Lázár Balázs színművészt is köszöntsem és bemutassam. Sajnos a zenei közreműködő, a zongora művész, akit ide vártunk, megbetegedett, úgyhogy most zene nélkül fogjuk majd ezt az estet átpergetni. Bízom benne, hogy így is érdekes, szórakoztató és érdemi lesz. Akkor át is adom a szót Tóth Lászlónak. Gál Sándor, a születésnap. Ma, 100. születésnapodon, 2011. április 30-án arra a viharra gondoltam, papa, amely fákat csavart ki tövestől, és temetünk sírköveit döntötte a földre. Mintha a teljes életed zuhogott volna végig az otthoni síkon, abban a förgetekben, és ahogy a villámok kettészelték a sötét felhőgomolyt, egy egész század pokol útjai váltak láthatóvá. Átlőtt csuklót színe vére kifojtott a távoli felső színevér harci terein, azon a nyárutón, amikor sebeket kötözve áldozat lettél magad is, miként a történelem többi névtelenje ugyanott, a menekülés fekete éjszakái és nappalai között, az esők áztatta úttalan utakon, mellettük a roncsálőt szekerek, ágyúk, autók mindkét irányban, meg a felpöffett állati tetemek számolatlanul. Hoztad magadban a bombák és gránátok süvöltését. A megsebzett föld felszakadt göröngyei röptükben sírtak, akárha riadt madársereg, benned pedig az égő lázak útja. Munkács, Kassa, Miskolc, Budapest, emlékek nélkül veszett el valahány. Csak a szomjúság maradt, meg a vonatkerekek kattogása, és a töménytelen, temetetlen halott a megállók között. Felhasadt bordák, kifordult belek, hiányzó végtagok csendje. S hogy hiába volt a szándék megmenteni őket, semmi esélyed sem volt, apám.
és bizony együtt pusztultak velük kedvenceid, a büszke, csillaghomlokú mének. Meghalt bennük a lassú ügetés álma, s a kancák hívó szerelmes patadobaja is. Az otthoni legelő barnára égett nyara felett vércse víjogott, s őjvek szárnyaltak fel a nap magasába. A lápon túl pedig vérvörös édeni dinnyék hűs belseje csordult életadón. S ha most megidézem, akkor jöttöd, mintha csuklót felett a vérfoltos kötés egyé bilincsezné az egész századod, az üresen lebegő köpeny új alatt. S hogy ma, századik születésnapodon, ennek a múltnak az árnya tornyosul elém, és sírottól immár jeruzsálemi messzeségből nézlek, ahogy a hadak útján sebeket kötözve menetelsz. Világok szanitéce. Tőzsér Árpád első interjú részlet. Régi dilemmája a magyar irodalomnak a Budapest centrikussága. És ha nem léteznének ellenpéldák, akár azt is hihetnénk, hogy a központosítottság természetes állapota az irodalomnak. Nézzük azonban az ellenpéldákat. A 18. század utolsó negyedében a Kassai Magyar Múzeumnak és író szerkesztőinek köszönhetően a magyar irodalom központja Kassa. Aztán a 19. század legelején, miután Kazinczy kivált a lap szerkesztőségéből és Széphalomra költözött, mintha a központ is Kazinczy után ment volna a zempléni falucskába. És jöttek a budapesti irodalmi társaságok, kiadók és lapok, és 100 évre Budapest lett az egyetlen és meghatározó irodalmi központ. Nagyvárad, a Peceparti Párizs és a Holnap műhelye, valamint Ady Endre és Juhász Gyula zsenie kellett hozzá, hogy ideig óráig körülbelül a 20. század első évtizedében a Párciumban végre Budapesten kívül is létezzen központja a magyar irodalomnak. A század későbbi évtizedeiben aztán, főleg az emigráció íróinak és a trianoni szétdaraboltságnak köszönhetően, kicsit változott a helyzet. Évekre Bécs, illetve a MA című folyóirat, Kolozsvár, Erdélyi Helikon, Korunk, később Párizs, Magyar Műhely, Újvidék, Új Szimpózion is fontos műhelye tudott lenni a magyar irodalomnak, tehát hozzájárult irodalmunk egészséges decentralizációjához. Sajnos viszont ezeknek a kihelyezett centrumoknak, amint azt a rögtönzött felsorolásomból is látszik, egyike sem a mi tájainkon, tehát nem Pozsonyban, nem Komáromban, nem Kassán működött. Nem lehet tudni, ha mondjuk Kassá, nem Bécsben, hanem szülővárosában a felvidéki Érsekújváron adja ki a MÁ-t, vagy Márai Sándor a két háború között lapot alapít szeretett Kassáján, hogyan alakultak volna a dolgok. De tény, hogy termékenyítő hatásokért még a mi nemzedékünk tagjai sem a két háború közötti csehszlovákiai magyar írók műveihez nyúltak, pedig a 20. század 60-as éveiben mi már ismertük, ismerhettük őket. És milyen nagy ma, 2019-ben a megdöbbenésünk, mikor a mai felvidéki magyar fiatalírók, költők, ugyanolyan idegenkedéssel, hogy ne mondjam, fumigálással néznek ránk és a könyveinkre, mint ahogy mi néztünk egykor a két háború közötti szlovákiai magyar író generációkra. Hódi Tibi Krász Mihi. Úgy látszik, van itt valami az értékeken, belső minőségeken túl is, ami megérdemelne egy misét. Sőt, néhány elemző tanulmányt is. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit a Szlovákiai Magyar Írók Társasága nevében, és köszöntöm a magam részéről is a mai lapbemutatónk
megszólalóit, felszólalóit, vendégeit. Annyit szeretnék előjáróba elmondani, hogy az Opus című folyóirat, az most már a hányadik év folyamában lépett, 2009-ben jelent meg az első száma, 14. év folyamában. 2009-ben jelent meg a Szlovákiai Magyar Írók Társasága kiadványaként. Abban az időben létezett az Irodalmi Szemle című folyóirat, amely ugyanezt a területet próbálta lefedni, a felvidék magyar irodalmát kívánta képviselni egyrészt hazurra, odaátra, másrészt pedig a magyarországi irodalom felé közvetíteni az értékeit, és viszont a magyarországi irodalomnak, íróknak is egy felvidéki fórumot a szlovákiai magyar olvasók közönség előtti bemutatkozási lehetőséget adni. Létezett akkor még az akkoriban már egyre kevésbé szlovákiai magyar érdekeltségű Kalligram című folyóirat, amely nem csak, hogy már elvétve szólította meg a Szlovákiában élő vagy otthonos magyar írókat, hanem egyáltalán a olvasóközönséghez nem tartotta fontosnak eljutni, tehát a könyvesboltokba elárusító helyekre nem kerültek a Kalligram példányai. És akkor még létezett, azóta már ugyancsak megszűnt Szőröskő, amely a fiatal fölvidéki magyar íróknak adott fórumot a kezdeti lépésben, később pedig a Kalligram mellé tehető világirodalmi tájékozódásával jelentett egy fontos orgánumot a szlovákiai magyar közösség számára. Ebben a lapkörnyezetben alakult meg a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az Opus című két havonta megjelenő folyóirata, azzal a célkitűzéssel, de ezt majd Hodosi Gyula barátunk részletezni fogja, hogy tehát a lapalapítói szándék az volt, hogy célzottabban, szorosabban képviselje a társaság tagságát mind befelé, mind kifelé irodalmi ügyekben, illetve a Szlovákiában megjelenő magyar irodalmi kiadványokról rendszeresen hírt adjon. Menet közben aztán ez az alapítói szándék, ez valahogyan elsikkadt, egészen addig, míg az elmúlt két esztendőben, másfél esztendőben a szlovákiai magyar írótársadalomban is lezajlott egy olyan kettészakadás, amely hát a magyar irodalmat, vagy a magyarországi irodalmat már régóta jellemzi. Ennek a kettészakadásnak a következtében az írótársaságtól is és a laptól is távoztak jeles emberek, író emberek, amelyet én szerintem úgy ítélek meg, úgy értékelek, hogy részben egyfajta tisztulás is lezajlott a szlovákiai magyar írók társaságában, illetve az lapalapítói céltól kicsit messzebbre került Opus is visszatérhetett egy szerkesztőségváltással az eredeti lapalapítói célhoz. A vendégeinket, beszélgető társaimat Mezei Katalin már bemutatta. Én elsőként Hodosi Gyulát kérném meg arról, hogy röviden ismertesse a
tulajdonképpen a társaság történetét, amely a rendszerváltásig megy vissza, illetve a mostani helyzetet, illetve valamint a végén az Opus megújításának, a megújítására teremt kiadói szándékot, hogy ismertesse nekünk. Egy ilyen 10 perc. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, én is mindenkit szeretettel köszöntök. Örülök annak, hogy eljöhettünk ide, és ezen a szép környezetben beszélhetünk erről a szép és remélhetőleg jó folyóiratról. Beszélhetünk a Szlováki Magyar Írók Társaságáról, hiszen arra kért most a Laci meg, hogy körülbelül mondjam el, hogy mi is ez a társaság. A csehszlovák Kiában, a szocialista érában egyetlen egy csehszlovák írószövetség néven működő szervezet tömörítette az összes írót. Ugye ennek volt egy magyar tagozata. A rendszerváltás pillanatában ezt a magyar tagozatot arról a csehszlovák írószövetségről leválasztottuk, és Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága néven 90-ben elindította a tevékenységét. A két ország kettészakadása, a Csehszlovákia kettészakadása után a név változott természetszerűen, tehát Szlováki Magyar Írók Társasága néven működött azóta is. A magyar tagozat volt a Csehszlovák Írók Szervezet magyar tagozatának, adta ki az irodalmi szemlét annak idején, és a Csehszlovák Író Szövetség, Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága vette át a kiadó jogokat a rendszerváltás után. Csak egy idő múlva átkerült a lap a Madács könyvkiadóhoz, így adminisztratíve úgy gondolták akkor a Csehszlovák Írók magyar tagozatának vezetői, hogy ez így jobb lesz, de később viszont a Madács kiadóban betörtént változások miatt, a Madács kiadó megszűnése után, tehát gyakorlatilag nem volt ez, a lap egy más irányt vett, és a tagság részéről jött egy ilyen igény, hogy vegyük vissza a lapot, hiszen az a lapa miénk volt, akkor erre többfajta kísérletet tettünk, ez nem sikerült, és akkor ezért döntöttünk amellett, hogy ha nem sikerül azt a lapot visszavennünk, akkor a tagság igényei szerint indítunk egy újat, és akkor indítottuk be az Opus folyóiratunkat, azokkal az alap elképzelésekkel, amiről már a Laci itt előbb beszélt, tehát kicsit közelebb akartuk vinni a szlováki magyar szerzőkhöz ezt a lapot, kicsit többet szerettünk volna magunkról benne írni, illetve iratni. Nagyon szerettünk volna a Szlovákiában megjelenő irodalmi alkotásokról, könyvekről, könyvkritikákat látni benne, könyvismertetőköz, recenziókat, tehát hogy ne menjünk szó nélkül el semmilyen mű mellett. Ez hosszú évekig ezt próbáltuk a szerkesztőség kell lekommunikálni, megbeszélni, hogy ezt miért tartjuk fontosnak. Ez sajnos eddig nem jött, nem sikerült megvalósítanunk. Most azzal, hogy többen a volt szerkesztőségből ugye kiléptek a Szlováki Magyar Írók Társaságából, nem kívántak szerkesztői feladatokat ellátni az Opusznál, tehát a mi feladatunk meg az volt, hogy újra fölállítsunk egy szerkesztőséget. Háló Isten sikerült Tóth Lászlót, barátunkat meggyőzni arról, hogy vegye kézbe ezt a dolgot, és indítsuk be a lapot, már most ebben az esztendőben. Kiírtunk egy főszerkesztői pályázatot, amelyet Bolemant László nyert meg. A Szlováki Magyar Írók Társasága választmánya múltkori ülésen ki is nevezte a főszerkesztői posztra. Ő az volt a kérése, hogy a júniustól
tudja ezt ellátni, ezt a feladatot, tehát addig gyakorlatilag akkor ilyen fölállásban, ahogy így itt vagyunk, végezzük ezt a feladatot, és júniustól akkor teljes gőzerőben aztán a Laci kezébe kerül, és majd ő a szerkesztőit is ő fogja megnevezni, és ő fog majd a lap élére állni. Most jelen pillanatban a négy ilyen sarkövet határoztunk meg a lap számára, és hát ezt szeretnénk, hogyha továbbiakban is menne. Tehát egyrészt ugye a szlovákiai-magyar szerzők határozottabb jelenléte a lapban, a másik, ugye amiről beszéltem, a kritikák, recenziók, könyvismertetők a szlovákiai-magyar szerzők műveiről. A harmadik terület az pedig a műfordítás, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a világ irodalmát, úgy a kortárs irodalmat egy kicsit megismerjük, és hát erre is szeretnénk jobban odafigyelni, mint ahogy ez korábban történt. És a negyedik sarkő az pedig a fiatalokkal való munka. Sokkal több fiatal szerzőt, kezdő szerzőt szeretnénk alap környezetébe állítani, mint ahogy az volt korábban. Egy ilyen szlovákiai-magyar írók társaságán belül is egyfajta ilyen fiatalítási programként, ugye a lapot is ugye ebbe bevonva fogjuk ezt megtenni. Az egyik szerkesztő Jancsó Péter, aki lesz a felelőse annak, egy fiatal prózaírónk, nagyon tehetséges, ő lesz a motorja ennek a fiatalokkal való munkának, és hát ha mondtam a műfordítást, akkor mondom ott is, hogy Zsoldos Péter kiváló műfordítónk fogja, vagy végzi a műfordítással kapcsolatos feladatokat az Opusznál. Az Opuszt viszonylag nagy példányszámban, 700 példányszámban nyomjuk. Azért tartjuk fontosnak, hogy legalább ennyi példányszámban megjelenjen, hogy minél több helyre el tudjuk azt juttatni. Előfizetője nem nagyon van, egy 30-40 előfizetője szokott lenni évről évre. Árusítani szinte sehol nem tudjuk. Egyrészt a belső támogatási előírások miatt sem, de egyébként is ez nehézkes dolog. Viszont a szlováki-magyar írók tagságot teljes egészében mindenki megkapja ingyen és bérmentve, megkapják a fiatalok tőlünk, és megkapják az irodalmi szervezetek, irodalmi folyóiratok szerkesztősége, akik igényt tartanak rá, azoknak küldjük. És a többi, ami marad, azt még küldjük iskoláknak. Ugye nagyon szoros együttműködésünk van a szlováki-magyar alap és vagy általános és a középiskolákkal. Rendszeresen vannak írós találkozóink, tehát folyamatosan, szinte egész évben szervezzük ezeket a programokat, úgyhogy, és ezekre a programokra, ugye, ha mennek szerzőink, akkor visszük az Opuszt is, és beszélünk róla is, hogy a magyar szakos tanárok, és hát azon érdeklődő fiatalok, akik érdeklődnek az irodalom irányába, azok hozzá tudjanak jutni ehhez a folyóirathoz. Gyakorlatilag ilyen módon elfogyna több is, de ez megint csak egy pénzkérdés. Ugye, hogy az utóbbi esztendőben sajnos az Opusz ilyen anyagi támogatottságra évről évre a szlovák kisebbségi kulturális alaptól évről évre kevesebb támogatást kap. Most nem vagyunk ilyen értelemben a ottani pénzosztók számára toppon, de bízom benne, hogy ettől függetlenül a lapot meg tudjuk tartani, és ez a lapszám is remélem majd bizonyítja önök előtt is, hogy érdemes művelnünk ezt a csodát. Egy nagyon
jó lap sikeredett, nagyon sok olyan szerzőt sikerült megszólítani, akik kiváló anyagokkal látták el a szerkesztőséget, amely ebben a számban is, de már a következő számok számára is összejött a szerkesztőségbe. Úgyhogy én mindenkit ösztönözni szeretnék arra, hogy egyrészt olvassa a opuszt, egyrészt vigye hírül azoknak, akik még nem látták, másrészt pedig, hogyha van kézirata, akkor szólítson meg minket, és megpróbáljuk azt publikálni, illetve minden szerzővel megpróbálunk kommunikálni, beszélni, mert sajnos az előző szerkesztőségre sokszor érkezett az a vád, hogy nem válaszol az egyes levelekre, úgyhogy most megpróbálok ígéretet tenni arra, hogy ha opusz megszólítják, akkor válasz is érkezik. Köszönöm szépen. Még egy kérdés. Még egy rövid kérdésem lenne Oldosi Gyulához, még hozzá a tekintetben, hogy a Kárpát-medencébe számos írószervezet működik határon túl, Magyarországon is, határon túl is. Azt szeretném kérdezni, hogy a Szlovákiai Magyar Írók Társasága hogyan határozza meg egyrészt ezeken az írószervezeteken belül saját magát, illetve milyen az együttműködés a többi Kárpát-medencei magyar írószervezettel. Köszönöm szépen. Én már közel 20 esztendeje irányítom a Szlováki Magyar Írók Társaságának munkáját, és mindig nagyon fontosnak tartottam a többi írótársasággal való együttműködést, és ilyen értelemben azt tudom mondani, hogy nincs olyan írói csoportosulás, akivel ne lenne valamiféle kapcsolatunk. Nagyon jó kapcsolatunk van a Magyar Írószövetség, Magyar Írószövetséggel természetszerűleg, a többi magyarországi írószervezettel is, a határon túliakkal is. Rendszeresen megyünk Erdélybe, és erdélyek is jönnek rendszeresen hozzánk a különböző együttműködési programoknak köszönhetően. Ugyanúgy rendszeresen megyünk Kárpátaljára, hál' Isten, vannak ilyen mozgások, és vannak ilyen támogatási lehetőségek. Most éppen Hogya György és Aik Péter prózaíróink vannak éppen Kárpátalján egy ilyen író, ilyen karaván eredményeképpen, de ugyanúgy vajdaságiakkal is nagyon szoros együttműködést tartunk, és a többiekkel, tehát mindenkivel. Én azt gondolom, hogy az irodalom mentén meg lehet találni azokat a kapcsolódási pontokat, amik fontosak, még akkor is, hogyha esetleg politikailag nem közös a politikai nézetünk, és ez mindenféleképpen fontos. Fontos dolog az, hogyha egy műre, egy versre, egy novellára, regényre nézünk, akkor ne elsősorban a szerzőnek a politikai hovatartozása jusson eszünkbe. Nem lehet úgy irodalmat olvasni, és nem lehet úgy irodalomról beszélni, ha folyamatosan a politikát tesszük előre, és csak úgy próbálunk megközelíteni bárkit, hogyha először tisztáztuk önnek a politikai hovatartozását. Ahogy az irodalmat egyáltalán, vagy a művészeteket nézzük, ez egy másodlagos, harmadlagos dolog. Én azt gondolom, hogy meg lehet próbálni, meg lehet kísérelni. Tehát nagyon túlzásban, túl van politizálás, ez a kérdés ott nálunk is, mi azt látjuk, hogy csak a politikán keresztül néznek bármit, és ez ilyenkor maga a mű sérül, maga a művészet sérül, vagy maga az irodalmi élet sérül a mi esetünkben is. És én 20 évig dolgoztam azon, hogy a Szlováki Magyar Írók Társasága maradjon egybe. Folyamatosan azt gondoltam, és azt hirdettem, hogy az jó, hogy te kék vagy, te piros vagy, te sárga vagy, de te az
nem érdekes ebből a szempontból, de neked is van egy olyan versed, neked van olyan regényed, neked van olyan, olyan novellád, ami miatt itt kell, hogy legyél. És ez így 20 évig működött, de mostanra ez már úgy látszik, hogy a politika az olyan erővel minden átpolitizálódik, a politikon erővel dübörög itt körülöttünk, hogy ez már ma kevés volt. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy azt kell mondjam, amit mondtam eddig is, abban kell hinnem, hogy az irodalom az mindenek felett van, tehát a politikán mindenféleképpen felette van, és így próbáljuk szerkeszteni a lapot is, és így próbálom a Szlovákia Magyar Írók Társaságát irányítani most is. Ezért fontos a mindenkivel, tehát a való együttműködés, aki úgy hirdeti meg magát, hogy a irodalomért akar dolgozni, az irodalmat akarja népszerűsíteni, akkor nekünk ő a partnerünk, és nekünk ővel együtt kell működni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mellettem ülő Bolemant Lászlót elsősorban költőként és fotográfusként ismerhetni, de aki régebben ismeri, tudja róla, hogy az 1990-es évek elején Tőzsér Árpád mellett szerkesztő bolytárkodott az Irodalmi Szemle szerkesztőségében, tehát gyakorlatilag hány éve is, már lassan 30 éves szerkesztői tapasztalata van. Másrészt pedig jelenleg is lapot szerkeszt Pesten, a Nyugat Plusznak az egyik szerkesztője. Első kérdésem hozzá, hogy Budapesten él, Székesfehérváron dolgozik, mostantól pedig Dunaszerdahelyen is lapot szerkeszt, miközben járja a világot. A kérdésem az, hogy itt Hodosi Gyula már elmondta, hogy mit gondolsz az Opusz szerkesztésének a hogyanjáról, tehát hogy hogyan gondolkodol te, de most már szeretném tudni, ha te is elmondanád, hogy tulajdonképpen miért, milyen elhatározásokkal vállaltad az Opusznak a főszerkesztői székét. Köszönöm a kérdést. Én ülve maradok, itt megbeszéltük közben, hogy innentől most már ülhetünk. Hát igen, Budaörsön élek, és hát most már 98-tól 22 éve én is Magyarországon élek. És hát ennek ellenére természetesen, amikor Magyarországra költöztem, akkor nem szakadtak meg a kapcsolataim a szlovákiai kiadókkal, költőkkel, alkotókkal, és a verses köteteim is továbbra is ott jelentek meg szlovákiai kiadóknál, és mint Laci említette, hogy fotózom is, volt néhány kiállításom is, tehát tulajdonképpen az első jó néhány évben úgy működtem, mint alkotó, mint hogyha nem is költöztem volna el Szlovákiába, mert hogy a köteteim ott jelentek, volt egy-két kiállításom, volt néhány irodalmi pályázat olyan értelemben, hogy megadott témára kellett egy-egy alkotást beadni. Ez a Szőröskőtől is volt egy kassák tematika, illetve volt néhány felkérés, például a Katedra című labba kedvenc könyvömről, és ilyen egyéb kisebb szereplések, ami mind oda kötött, és hát rendszeresen járok a mai napig is haza. És valahogy ez, tehát nem is szeretném, hogyha megszakadna ez a kapcsolat, mert ugye a szülőföld az ott marad, ahol volt, az nem jön az emberrel el, még hogyha valaki máshová is költözik, és nem is nagy a távolság tulajdonképpen a
az első munkájám, ami nagyon szinte mostanáig ugye Tatabányához kötött leginkább. Tulajdonképpen ugyanolyan messze volt Tatabányától Bajcsa falu, ahol onnan származom, illetve Budaörs, tehát hogy ez egy gyakorlatilag nem egy nagy távolság fizikailag. És úgy érzem, hogy a mai kommunikációs lehetőségek miatt, tehát az online megbeszélések akár, tehát hogy ezt a jövőben nem biztos, hogy fizikailag is ott kell lennem a szerkesztésnél, hanem sokszor megoldhatjuk ezt ilyen módon, kommunikációt, e-mailekben, és a többi persze azért jó ott is lenni, hogy személyesen találkozok szerzőkkel és szerkesztőkkel. Tehát én ezt úgy látom, hogy megoldható. Ez nem kell, hogy akadálya legyen a munkának. És hát szerettem volna továbbra is oda kötődni kulturálisan, és ez egy lehetőség volt arra, hogy ott elmélyítsem a kapcsolatokat, illetve valóban elmerüljek az irodalomban, mint területben, ami mindig is a célom volt jó ideje, csak nekem egy kicsit bonyolultabban alakult a pályám, mivel hogy gépészmérnök vagyok, és hát most ilyen minőségbiztosítási területen egy multinál dolgozom Székesfehérváron, tehát már 15 év ugyanannál cégnél, de előtte is volt több multinacionális cég a világban, ahol dolgoztam. Úgyhogy ez teljesen egy kettősség volt az életemben. Tehát amikor én Pozsonyban éltem 12 évig az egyetem után, és 30 éves koromban költöztem Magyarországra, akkor szinte az egyik napról a másikra egy teljesen más kulturális környezetbe kerültem, mivel ugye a Volkswagennél dolgoztam, ahol egy mérnökként, és ott szlovák és német volt a nyelv, és hirtelen átköltöztem Székesfehérvárra az IBM-hez, ahol meg magyar és angol volt. Tehát ez a magyar és angol természetesen nem volt probléma, mondjuk a szlovák se, a német az valamennyire, de abba is belejöttem, tehát hogy annyira sok hatás ért, és annyira más volt itt a környezet, hogy egy teljesen más világba csöppentem. A másik része pedig az, amikor ide költöztem. Érdekes módon ilyen gyerekkori asszociációm jöttek elő, és mindig elcsodálkoztam akkor az irodába, oda jött valaki is magyarul kezdett el beszélni. Tehát, hogy nagyon furcsa volt megszokni az, hogy mindenki magyarul beszél Magyarországon. Valahogy nem tudatosítottam, hogy előtte mint turista jártam ide. És akkor viszont, ha már eszembe jutott, elmondom, ez egy jó történet, hogy amikor kiszálltunk gyerekkorunkban az autóból Balatonparton, akkor hallottuk, hogy valaki azt mondja, megjöttek a csehek. És akkor így körülnéztünk, hogy hol vannak a csehek. És kiderült, hogy mi vagyunk azok, ugye CS-es autóval. Tehát, hogy mindenféle kulturális, érdekes kulturális élmény ért azután, hogy Magyarországra kerültem, és ugye otthon, Szlovákiában inkább volt magyar környezet, vagy egy megértő környezet, mint itt, de ez biztos erről sok mindent tudnak. Tehát a lényeg az, hogy kötődni szeretnék a szlovákiai magyar kultúrához, és ez késztetett arra, hogy elvállaljam ezt, illetve megpályázzam ezt a... Tulajdonképpen érintetted már, de én konkrétan is rákérdeznék, hogy ez a kétszeres kettős kötődés, tehát, hogy egyrészt műszaki emberként egy humán területen, vagy az irodalmi területen, irodalomban mozogsz. Másik pedig, hogy határon túlra, határon innenre is kötődsz. Tehát tulajdonképpen meg is kérdezhetném, de nem kérdezem meg, hogy két hazád van-e.
De ha úgy nagyon körülnézek, vagy nagyon megnézem a mai magyarországi népességet, ugye Gál Sándor versével kezdtük, aki egy történelmi perspektívába helyezte a szlovákiai magyar létet. Tulajdonképpen ma Magyarországon a magyarországi többség van kisebbségben, és a határon túlról ide települtek, vagy ide űzöttek, itt élők, mert rengeteg ottani állampolgár él itt, és dolgozik itt. Tehát, hogy ez a se itt, se ott lét, se a mindkét helyen egyforma intenzitással való lét, ad-e a látásodnak, ad-e a gondolkodásodnak egy olyan pluszt, amit jól tudsz használni mind a két területen, és mind a két hazádban? Hát biztos, hogy sok vonatkozása van ennek, és sok szempontból előnyös ez. Megérés közben, ahogy telik az idő, és érnek a különböző benyomások és tapasztalatok, egyre inkább megtanulom azt, vagy megtapasztalom, hogy lehet kezelni a különböző helyzeteket, amik meglepnek. Tehát érdekes módon ugye vannak kulturális sokkok, ugye magyar-magyar sokkok, tehát attól függ, hogy ki hol van. Ez persze kicsibe lehet a Magyarország, tehát a főváros és a vidék között is persze, meg akár egymás mellett lévő falukban is ugye vannak kulturális különbségek, vagy szokás különbségek. Hát remélem, hogy tehát ahogy a tapasztalatokat gyűjtöm, ez előbb-utóbb láthatóvá válik olyan értelemben, hogy meg tudom mutatni azt az énemet is, ami a felvidéki vagy kisebbségi létből jön, és ezt tudom kombinálni azzal, amit a magyarországi tapasztalataim nyújtanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tűzsír Árpád második interjú részlet. Kérdés. 1963-ban a Hétben is irodalmi szemlében ön elindította az úgynevezett antisematizmus vitát. Elképzelhetőnek tartja ma egy hasonló horderejű vita indítását? Ha igen, milyen témát jelöl neki számára? Válasz. A témán nem kellene sokat gondolkodni, ma is egy antisematista vitára volna szükség. De nem csak a felföldi szlovákiai, hanem az egyetemes magyar irodalom kontextusában is. A mai magyar írók nagy része, főleg a fiatalabb nemzedékek, határon innen és túl is sémákban gondolkodnak. Tudják, mi a menő. A nagy és sikeres kiadóknál mi az eladható, és ahhoz tartják magukat. Például a regényíráshoz a legáltalánosabb recept, védj egy családtörténetet, benne némi incesztussal, kommunista totalitarizmussal, náci bűnökkel, mély lélektannal, ha újabb időkről van szó, feministákkal, genderbeütésekkel és egyéb kisebbségi ügyekkel, cigányozással, zsidózással, migránsozással, vidék és város ellentéttel, rendszerkritikával. Ha líra az írás műneve, akkor identitás problémákkal, neurózissal, ön- és világgyűlölettel és a siker a kritikai kánon részéről is garantál. Csak hogy következésképpen, ma nehezen lehet megkülönböztetni X könyvét Y könyvétől, V versét Z versétől. És az úgynevezett határon túli magyar irodalmak és az anyaországi irodalom saját és sajátos arculatának vonatkozásában nagyjából szintén ez a megnevezhetetlenség és összecserélhetőség a helyzet.
Évtizedekkel ezelőtt egy alkalommal azt találtam mondani, és le is írtam, hogy amennyiben az irodalom nem országhatárok által meghatározott minőség, hanem nyelvfüggő valami, szlovákiai magyar irodalom, mint olyan, nem is létezik. Akkor ezt sokan félreértették, s a mai napig félreértik. Én természetesen nem a Szlovákiában írt magyar irodalom és a szlovákiai magyar szerzők létét vontam kétségbe, hanem a szlovákiai magyar irodalom terminus tartalmatlanságára akartam felhívni a figyelmet. A magyar irodalom legáltalánosabb meghatározó immanenciája a magyar nyelv. És a belső tagolása is csak ezen a síkon, azaz sajátos nyelvi táj és rétegregiszterek, egyéni nyelvhasználatok, az egyénített nyelvekkel is meghatározott irodalmi típusok mentén képzelhető el. Na már most. Összemosódások újabban ezen a téren is tapasztalhatók. Az úgynevezett határon túli szerzők, ma mintha nem a határon túliságukkal, adott helyzeti energiájuk kihasználására és a magyar irodalom decentralizálására, hanem éppen fordítva. A budapesti kánonba való betagozódásra törekednének. Szóval a sematizmusnak és antisematizmusnak ez az összefüggés rendje is. Megérne egy vitát. Varga Imre különlét. A pontnak, ha kiterjed, van elérintője, Tandori Dezső. Hogy mindig csak keveset engedek át? Tevése ez, vagy én visszatartás? A külső a belső fájó derekát éri, a semmit tevés min is hajt át. Kié vajon a nagy félhetésem? A külön valóság kétségbe ejt. A külön nem enyém, s világomésem, így utam folyton magasba lejt. Elhagyom mindazt, aki vagyok, el, azért, aki sosem lehetnék. Testből képzeletembe halok. A pillanat héj, üres jelenlét. Bármit írok, épp csak elérinti. Az is, ha telt a szó a mondat. A zsigerek közt fényeslik a kinti, versor kép nevemből is kiforgat. Kimondatlan vagyok árulója, leírva pedig ő áthamisít. Mindegy, de csak ez a libikóka, mellettem sok másom nevet visít. Ínséggel terítve az asztalom, rajta a jövőnk maradéka. Más dúdolja megálmodott dalom, a hallgatás létem buboréka. Összes műveim üres atéka. Minden vers lehetne alkalom, hogy visszafordulj és visszatérja, hova is? Nem tud, ha mondhatom. Ez a strófa dibdáb csak, gyatralom. Ahány vers ég, egyik sem szépa, rúdság a kor, a líra borz alom. Bűzlik sok néma heuréka. Más söpri majd tisztára udvarom, másé lesz kertemben a répa. Másé lesz, másé, vert vályog lakom, mást visz majd egekbe a létra. Más írja majd, amit én mondanom, kilépi más, amit most nem én a béna. Övé lesz a szépség meg a szorgalom, ő vele. Általa jutok-e majd célba? Varga Imre, ami foszlik, ahol fakad? Álmodból micsoda marad? A pereme vagy a tere? Ami foszlik, ahol fakad? A roncsai vagy közepe? Képeiden sötét lak van. Nem tudhatod, hogy ki voltál?
Az éjszakán függ a nappal, akasztófa lennél, oltár. Szó se jó, hogy egybeöltse, ami széddől összekösse, ki a testből, be a földbe, mindig magaddal küszködve. Tusakodván körbe-körbe. Ki nyer, ha magad győzöd le? Varga Imre szétgondolja. Valami hideg megrepesztgeti, meleg magjától szerte dobálja. Fájdalomra, árnyékra, magányra, lüktető és nehéz húsra, meg híglatyakra, sárra. Csontra, kövekre, barlangra, fákra, elzárós védtelen szobára, dirib darabokra, mindig másra, érzésre, színekre, szokásra. Égre, még jégbe zárt folyóra, szétesve, feldarabolódva. Az egyenek sok fájó atomja, befagyva képbe, énbe, mondatokba. Látja, a fénnyel ő sújtott a tóba, s valami közben szétmorzsolja. Elgondolóra, s a láthatóra. Életre, halálra, álomra, valóra. A zárka őr, vagy örökös fogja? A képek látója a fénybolony? Vagy aki épp vélt önmagát, szavakkal szétgondolja. Varga Imre 55. álom szonet. Boros múltad visszapártól, s újra a perem lép. Laskát lapítsz, verseket írsz, miért nem árulsz csergi? Nézel egy régi fényképet, te lennél, vagy csak múlt képze? Egy szétzúzódó történet, korommal, hóval, sorsképlet. Egy régi arckép, az én folyton újulás. Ki csoda, s kit néz? Mámor, s árnyéka. Aki leírja, nem én vagyok, azaz én. Labbemutatónk végére jutott Varga Imre, és itt az ülésrendünkben is a legszélére került. Viszont a lap, amelyet most bemutatunk, az a lapszám, amelyet most bemutatunk, az vele nyílik, vele kezdődik. És annak ellenére, hogy most itten szélül ül, a lapban központi helyet foglal el. Elsősorban a versei révén, és nagyon-nagyon-nagyon utolsó sorban pedig annak kapcsán, hogy ebben a hónapban, nem múlt hónapban, pont egy hónapja töltötte be a 70. életévét. Mi Varga Imrével 50 évvel ezelőtt tulajdonképpen együtt egyszerre indultunk Pozsonyban. A Tőzsér Árpád neveit már többször elhangzott. A Tőzsér Árpád szerkesztette Egy szemű éjszaka című antológiában, amely 1970-ben, tehát éppen 50 éve fél évszázada jelent meg, és mi ketten, illetve Kulcsár Feri barátunkkal, mi hárman voltunk az antológia legfiatalabb szereplői, tagjai. Hát ma már a legfiatalabbak ilyen öreg embernek néznek ki. Röviden Imre, azt szeretném, hogyha mit is akartunk mi annak idején, kik is voltunk annak idején, ha a fiatalságunkra, a fiatalságunk forradalmaira vagy lázadásaira úgy visszaemlékeznél. De ezt nem a te nevedben kérdezed, ugye? Nehéz válaszolni az én nevemben is, ugye 50 év az azért egyrészt viccesen hosszú idő, hogy belülről nézve, ahol
nem érződik az idő, van egy állandó megújulás, van egy állandó jelenlét, onnan ez vicces történet, hogy 50 év, meg antológia szerkesztés, meg 9 embert beterelnek két könyvfedél közé, és aztán utána írunk, olvasnak bennünket, aztán letiltanak, aztán megint írunk, és hát igen, sok mindent akartunk, de azt hiszem, hogy az akarás az kevés, sőt, talán épp az akarás az, ami megbénítja a verseket sokszor. Ugye most nem akarok ezzel az akarás szóval játszani, de ha egy verset valaki nagyon meg akar írni, akkor az verejtékszagú lesz, és az meg a versnek se használ, meg talán a szerzőnek se használ. Én azt hiszem, hogy az idő kiforgatta velünk mindazt, amit egyrészt, ami ellen nem szegültünk ellene, nem biztos, hogy akartuk, sőt sokszor nagyon nem akartuk. Hát történt velünk az, ami eljutatott ehhez az asztalhoz. Nehéz erről beszélni, én nem akarok anekdotázni, mert az egyrészt nagyon privát dolog, és nem biztos, hogy visszhangja lenne ebben a teremben, de hát ahogy az élet is, az irodalom is tele van, felugrással, visszaeséssel, óraeséssel, elhallgatással, csönddel, bizonytalansággal, aztán egy feszülő önérzettel, hogy nekem kell megcsinálni, mert helyettem nincs más, ezt csak én tudom elmondani. Aztán megint jön a kétség, hogy nem biztos, hogy el tudom mondani. Hát nem tudom, hogy erre kérdeztél rá, de én most így ezeket csipegettem, mazsoláztam ki ebből az 50 vagy 70 évből, nem tudom. Irodalomra visszanézve 50 év, antológiához, az egyszemű éjszakához közelítve ez 50 év, az életkor szerint ez 70 év. Hát igen, mi lett volna, ha ugye a Tőzsér az antológia címmel, jól tudom, átjött Magyarországra, és megkereste a Nemes Nagy Ágnest, a Nemes Nagy Ágnesékat, és mondta, hogy szerkeztek egy nagyszerű antológiát fiatal költőkkel, az Egyszemű Éjszaka, és akkor a Nemes Nagy Ágnes azt mondta, hogy hát ez remek cím, Egyszerű Éjszaka, ez nagyon jó cím. De hát nem ez volt a cím, ugye, hanem a te Küklopsz hasonlatod, nem tudom, itt kinek jut erről az Egyszemű Éjszakáról az eszébe, akkor az Odysseuszék, ugye a Küklopszot megdobálják kövekkel, és ugye nek egy szeme van, tehát nem, ez nem magyartalan, nem kellett volna fél szemű éjszakán nevezni, vagy most ugye hány szeműek vagyunk, szemüvegestől? Sok. Röviden ennyi. Nem gondoltam, hogy ezt megkérdem, de mégis megkérdem, és bár az kérdésemre adható egyik választ, azt tudom. Tehát a kérdésem úgy szólna, hogy az Egyszemű Éjszakabeli verseidet vállalod-e még ma is, de tudom, hogy vállalod, mert a néhány évvel ezelőtt megjelent összegyűjtött verses kötetedbe a nagy részüket beválogattad. Inkább ilyen személyes vonatkozást kérdeznék ennek kapcsán, hogy szerinted mekkora a távolság az akkori verseid, illetve a mostani verseid, versvilágod, világlátásod között? Tehát egyáltalán lehet-e így mérni távolságokat? Mert az emberben nyilván ezek másképp dőlnek el.
Hát 50 év. Tessé? 50 év. Ja. Nem tudom. Valójában a versnek nincs tere, nincs ideje. Ha jó vers, akkor talán még egy zöld fülű által írt versben is, versből is kitetszik az, hogy abban van valami tovább gondolható, van valami olyan esetleg, ami ellenkezés kelt, és azáltal ébreszt fel bennünket. És hát úgy gondolom, hogy ez most is fontos, tehát a mostani verseimben is fontos, hogy fölébredjenek az emberek, ha netán hallják, vagy olvassák ezeket a verseket. Tehát van is, meg nincs is különbsége. Én úgy gondolom. Igen. Imre hagyta el közülünk talán legelsőként a Gályát, vagy a hajót, költözött át Magyarországra egy meghatározott történelmi időben, amikor a huszáki abszolutizmus, vagy új sztálinizmus tombolása idején, amikor Magyarországon már kezdtek kinyílni az ajtók, ablakok, tehát szabadabb lélegzettel élhetett az ember. Van ebből a más történelmi helyzetből származó, szerintem emblematikus verse, az pedig a József Attila tűnődése címet viseli. Ebből idéznék 4-5 sort. Szeretheti-e hazáját, akinek nincsen, aki a fogalmakat sem kapja ingyen, a szavait sem szótárból tanulja, akinek nincsen se jelene, se múltja. Szerethetem-e hazámat, csak a kérdés az enyém, kié a válasz? A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy van-e hazád? Mit jelent ez a köztes helyzete? Hogy köztes helyzetben vagy-e magánemberként, állampolgárként, íróként, ha a recepciódat nézzük, egyáltalán a köztes helyzetben vagy, vagy a senki földjén vagy ma is, mint az áttelepedésed után egy évig is talán, vagy másfél évig is. Háromig. Vagy háromig hontalan voltál. Vagy pedig a költő, a belső, a versek szempontjából ez gyakorlatilag mindegy. A személyiség épülése szempontjából mit jelent ez? Hát velük kell megtalálni azt a hazát, ami kívül is barátságosan köszönt ránk, és tehát ez, én nem hiszem, hogy az öngerjesztett hazaszeretet leírni a hazám, hazám, te min, de nem, ugye? Van erre egy kortárs költőnek egy jó sora, ugye a hazám, hazám, te mindenem, és ebből az lett, hogy hazám, hazám, te mindenem. Szóval néha elharapjuk ezt a pátosz, elharapódik ez a pátosz. Hát én azt gondoltam az áttelepülésem után, és ez alatt a 3 évig tartó hontalanság alatt, hogy én hontalan maradok, csak hát ez iszonyatosan büntetett állapot volt, mert ha szüleimet meg akartam látogatni, akkor be kellett mennem a csehszlovák nagykövetségre, vízumkérvény, fotó, egyebek, előről hátulról megnéztek, kitöltöttem egy űrlapot, és mehettem a szülőföldemre. Na most ezt hosszan nem lett volna jó csinálni, tehát benne megvolt ez a fenn a gyerekeskedés, hogy majd én hontalan leszek Magyarországon, és ez fogja az én helyzetemet így visszatükrözni, úgyis az vagyok. De praktikus okok miatt ezt nem engedtem így kifutni.
megkaptam a magyar állampolgárságot, és amikor szólt a himnusz, akkor bizony elbőgtem magam. Férfias könnyek hullottak bőven. Ilyen ez a történet, ugye, hogy hát én próbálom megtalálni a hazámat. Remélem a hazám is megtalál majd engem. És van még egy utolsó utáni kérdésem. Az első válogatott verses kötetednek, amely egyúttal talán az első magyarországi köteted volt, azt a címet adtad, hogy Önarckép nélkülem. Megtaláltad-e a 70 éves korodra az önarcképedhez magadat? Hát én egyre inkább azt gondolom, hogy ez a személy, amit mi személyiségként élünk, amiben nyöszörgünk, ugye van egy nevünk, vannak történeteink, van sorsunk, van ilyen-olyan családunk, ez egy káprázat. Ez egy káprázat ahhoz képest, ami az igazi önmagunk. Tehát a testünk nem ez a bomló anyag, nem ez a, hanem egy nagyobb kozmikus. És én nem akarom ezt egy privát örültségé, hogy is már kisajátítani, hanem úgy gondolom, hogy ez mindenki számára adott, és valahol talán a vallások közepében is ez van, hogy a megistenülés, a én és az atya egyek vagyunk, vagy a Buddha üressége. Tehát, hogy ez az én, ez megnevezhetetlen. El lehet itt történeteket mondani, lehet szakmai életrajzot, civil életrajzot írni, de ez a felszín. És ez mind abból az énből jön, abból a határtalan énből, amit már megneveztem, de hát így névvel ez nem igaz. Ez egy nagy titok, és ezzel a titokkal nekem jó találkozni naponta. Nem tudom, erre kérdeztél rá, hanem akkor ezt kikaptad, mert így válaszoltam. Köszönöm szépen. Bolemant László, a megrajzolt idő. A férfikor, mint egy zárt olló, vár, hogy kinyíljon, s kinyílik. Vár, hogy vágjon, s vág, és be sem zárul többé. Megtépázott vágyak, fecnik, egyenes szélűre igazított, szétszabdalt és fűrészfogas hitek. A sors játékos geometriája szaggatja elemeire a titkot, elrendezi és újra egymáshoz illeszti őket. Végül nem mutatja meg egészen milyen, csak a félelmeket, mint különböző nagyságú dobókockákat hajítja a kőre. A beteljesült szerelem képét rajzolja meg, rezdüléseit gyújtópontba gyűjti, majd felgyújtja. Romos, rég kihalt városban hagy egy lélekdarabot. Bolemant László, 2017. Áramlik köröttem az idő. Sűrű napjaim kabátom sarkát tépi, kabátom gondokkal átitatott posztó. Elégia csusszan ki a kezemből, szonetbe markolok, idegenek szidalmai között egyensúlyozok egy óriási méretű tükörrel, de a fotogramokat már elnyelte az éjszakai eső, a pocsolyák arcába vesztek illúzióim. Az egyhangúságot megtöri a 2017 élénk színű halpikkely. Nézem, és nem ismerek magamra. Ugyan minek kell ez? Be vagyok programozva, átírtam a szenzoraim paramétereit, miközben azt hittem, lázadó kívülálló vagyok. Észszerűen. Lackfi János, az elszabadult kölykök zsoltára. A víz, a föld, a szél, a lomb, az ég, a felhők, elszabadult kölykeid, ura.
egymás hegyén hátán hemperegnek, összekoszolják magukat és egymást, beleborzolnak egymás hajába, felpofozza a szél a vizet, a lombot, a felhőt, aztán menekül. Amazok meg hadonászva integetnek utána, nyomába erednek, de reménytelen, hogy utolérjék, állnak lihegve, röhögve, felcsóválva, kipirultan. Mikor már annyit kergetőztek, birkóztak, locsogtak, fecsegtek, susogtak egymás fülébe, hogy azt nem lehet bírni, egyszerűen elnyújtóznak, mint a lusta fókák, röfögve, lüktető horpasszal bújnak össze. Könnyékkel oldalba bökik egymást, kicsit odébb hengergőznek, csak a lihegésükből tudni, hogy élnek, csak a hullámcsapdosásból, csak a levélzizegésből, csak a homokneszezésből. Lusta disznók, úgy néznek ki ilyenkor. A nap hiába önti le őket aranylöttyel, fel se rezzennek. Félálomban mormognak félértelmes félmondatokat. Haj, maj, 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 sem nyemnye hiába. Hogya mondja, hogya mondjam. Utiputi lapucska, szikrázik az izzadbőrükre tapadó csillám. Ekkor ér oda az ember, megmártózik bennük, elnyújtózik rajtuk, füleli susogásukat, bámulja kavargásukat, megállapítja, rendkívül festői látványt nyújtanak, és amilyen buta, le is festi őket. A táj olyan tömény, uram, hogy az elképesztő. Kirendeljük a pultnál, és a stampiban, mintha lekvár lenne, kocsonyás, ikrás, mintha gyerekjáték üveggömböt szorongatnánk, melyet elég megfordítani, már is havazni kezd benne, vagy aranyflitter kavarodik fel, vagy színes konfetti káprázik a szemünkbe. Fel is fordítjuk a pohárkát, nyitott szájjal állunk alá, tele megy a kispofánk nyúlós ködökkel, csuszpájzos ékkékkel, rafinált zöldekkel, okkerekkel, vörösökkel, nyeldekeljük mohón ezt a mentaízű, ánizsos, fahéjas, szegfűszeges koktélt. Érezzük, ahogy a torkunkat teszteli, reszeli, kaparja, izzítja. Krákogunk, hogy az anyja, nem is hinné az ember. Egy ilyen őszi séta, egy ilyen tavaszi borulat, egy ilyen téli nyírkosság milyen ütős, hogy a fejünkbe száll. Vigyázni kell, hova lépünk. A világegyetem ugyanis roppant csúszós. Ráadásul még gömbszerkezetű is. Meglehetősen könnyen eltanyázunk felszínén, és se szó, se beszéd, kihanyatlunk a véghetetlen űrbe. Zénémet István líra szomj. Bettes István motívumokra részlet. Harmadik. Anicska, úgy öntöd a szeszt, mint költő a palimpszeszt. S vagyok a rút ösztövér, kútágasok közt kövér. Reket hangú búbánat, könnyöntözi búrámat. Te öntesz belém erőt, s én zsebedbe eurót. Versemért ma fizettek, befogadtak, kitett. Esőnek és hidegnek, azt várom, most kivermek. Hetedik. A dugó az üveg nyakában ül. Makacs ő, innom nem enged. Pedig igencsak nyűgös a költő bennem, ha szomjas, ha szenved. Dugó. Miért te makadság benned? Ki dugott oda? Ottan csak parázol, kurafi, parafa, gyere ki! Tekerlek, takarlak, akarlak, te meg itt gacsázol! Forgatlak, húzhatlak, nyomhatlak, nem hat meg, szaggatlak, szétvetlek, szívatlak, csavarlak, csóvállak, csévélek, üthetlek, vághatlak, kérhetlek! Bármilyen húzásom gyöngének bizonyul. A dugó az üveg nyakában bezony ül.
mondhatnám, lírai szomjamhoz bizony, hogy prózaian viszonyul. Köszönöm szépen Lázár Balázs színművésznek, költőnek az előadásokat. Ennyi fért a mai labbemutatónknak megszabott időbe. Köszönöm barátaimnak, ismerős ismeretlen társainknak a megjelenést. Mi innen még nem sietünk el, amíg ki nem dobnak bennünket, addig, ha valaki a lapról bármiről kérdezni, beszélgetni akar, akkor vagyunk. És ott hoztunk néhány példányt a labból, illetve a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, valamint a Lilium Aurum kiadványaiból. Szabad prédára bocsátjuk, csak és kizárólag az érdeklődőknek. Köszönjük szépen még egyszer a megjelenést!